Ercsi városának legnagyobb múltú egyesülete, az Ercsi Kinizsi 2012-ben ünnepli fennállásának 100. évfordulóját. Ebből az alkalomból jelenik meg Tamon József, Dodi bácsi könyve, amely ennek a 100 évnek a történetét meséli el. Amit lehetett, én azt kinyomoztam. 1951-ig vannak visszaemlékezések, 51-től már komoly adatok vannak, ami bizonyítható. De előtte már sajnos nem tudok mint vállalni, mert a régi idősek mesélik el, hogy mi történt az ő idejükben, meg hogy történt. És a kor az megszépíti a dolgokat. 66 napot voltam az olvasóteremben Székesfehérváron. Körülbelül egy nap, egy évet tudtam kigyűjteni, amíg 10 órától tartott, délután 3-2-ig. Aki játszott 3-szor vagy 2-szer, annak a neve is szerepel, és megnézi, és akár az unokájának, akár a dédunokájának, vagy a gyerekének mutatja, hogy fiam, nézd meg, apám, NB3-ban játszott. Mindegy, egyszer vagy 2-szer, de játszottam. Abban bízom, hogy az okoskodók, a vitatkozók, meg a rosszul emlékezők fellapozzák, és akkor visszatekintenek, és jó gondolatokkal, szép emlékekkel jut eszükbe, hogy hopp, ez nem is úgy történt, ahogy én emlékeztem rá. A szájhagyomány megörökítette, hogy már a cukorgyár beindítása előtti rövid időben is folytak Septében összeszervezett mérkőzések a gyártelepet építő és az üzem beindítását segítő munkások között. Ezeken főleg Csehországból és Németországból jött vendégmunkások vettek részt. A helyi lakosságból csak néhány évvel később szerepelnek nagyobb számban helyi munkások a gyár személyzeti nyilvántartásában. Onnantól azonban, amikor 1912-ben elindult az üzem, rendszeressé váltak a barátságos mérkőzések. Tulajdonképpen az Ercsi Kinizsi 1951-ben alakult meg. Jött egy rendelet, a sajtóban megjelent, és kötelezték a szakszervezetet, hogy nevezze át az Édoszról Ercsi Kinizsire. 1951-ben úgy szereplünk, mint Ercsi Kinizsi. 1912-ben megalakult az Ercsi cukorgyár, és az Ercsi cukorgyár keretein belül a cukorgyár részéről biztosított szereléseket, mezeket a játékosoknak, és ő a utazásukat segítette, támogatta őket. Az első egyesületünk az volt az ETE, Ercsi Testedjük Egyesülete. És ezen felbuzdulva a fiatalok összeálltak, és évente körülbelül 4-5 meccset játszottak. A 30-as évektől már sokasodnak az információk a csapattal kapcsolatban, jóval több fénykép, újságcikk és igazolások is bizonyítják, hogy a mai értelembe vett klubként kezdtek működni. Voltak birkózás, atlétika és egyéb ilyen dolgok. Úgyhogy 1926-ban például az Ercsi cukorgyárban 2 teniszpálya volt már. Az a helyzet, hogy az első fényképünk az 1923 és 27 között van. Az első ötvös 1930. június 4-én avatta a jelenlévő kinizsi pályát. Onnantól számolni az első ötvössel. Körbel Henrik igazgató úr vette át a 30-tól, és ő támogatta az ötvös sportkört. Itt már vannak a Fehérvári Naplóban leírt eredeti újságcikkek, ami nem a mesére, meg nem a visszaemlékezésre szól, hanem eredeti törvények és papírok meg van örökítve az egész. 38, onnan tudom konkrétan, akkor születtem, május 1-én Háder Ferencnek, a bácsinak a neve szerepel az ötvös igazolásában. Ez az ötvös, ez a háború előtt megszűnt, mert háború után már újból visszatértünk az ETE-re. És az ETE-t váltja 49-be, 50-be az Édosz. A csapat történetének csak az utolsó 60 évét jegyezhetjük az Ercsi Kinizsi név alatt. Az ezt megelőző időszakban más néven, rövid ideig, párhuzamosan is működtek labdarúgó csapatok a Kinizsi elődjeként, a település, illetve a cukorgyár támogatásával. Ilyenek voltak például az Édosz vagy a KSK. A háború után alakultunk újra, mint ETE. Település szerte tucatszám voltak kisebb-nagyobb grundok ebben az időben, de komoly mérkőzésekre alkalmas pályák is akadtak. Ilyenek voltak nem csak a cukorgyári vagy a kinizsi pálya, hanem az úgynevezett tehénlegelő vagy a belmajori pálya is. Úgy tudom, hogy ott a Dunapart mellett, ahol most jelenleg van a strand, és ha jövünk erre a tüzép felé, és a tüzéptől visszamenőleg az útszélétől 100-150 méterre volt egy ilyen mélyedés, és ott volt, úgy hívtuk, hogy tehénlegelő.
hiába mondanám, hogy a Szeszgyártól megyünk arra lefelé, Hadony felé, mert ezt nem, sokan nem tudják, én még gyerekből úgy emlékeztem rá, és ott a sarokban van a kőkerítés, aki arra jár ismerős, az ott abban a sarokban volt a Bermajori futballpálya. Félix Andor 1919. novemberében született Budapesten, de egész élete Ercsihez, azon belül is az Ercsi cukorgyárhoz kötötte. 1947-ben élete első és egyben utolsó munkahelyén az Ercsi cukorgyárban helyezkedett el, amelynek igazgatója volt 1961 és 1982 között. 1947-től részt vett a sportszervezésben, legyen szó bármilyen sportágról, de szíve leginkább a labdarúgás felé húzta. 1951-től, amikor a csapat felvette az Ercsi Kinizsi nevet, ő lett az egyesület első elnöke, és az 1980-as évek végéig ő töltötte be ezt a posztot. Kimagasló eredmények sokasága bizonyítja áldozatos és hozzáértő munkáját. Akik ismerték, kedves, udvarias úriemberként emlékeznek rá. A Félix Bandi bácsi le a kalappal, mert ő azt igazán valaki támogatta, ezt a sportkört, a kinizsítő támogatta. Nélküle nem is kezdődött el a mérkőzés, lehetne azt mondani. A gárda történetének több aranykora is volt, ilyenek voltak például az 50-es évek vége, vagy a 60-as évek eleje, illetve a 80-as évek vége is. Az az igazság, hogy ragyogó eredményeink voltak abban az időszakban, hogy visszaemlékezünk, 5-ször voltunk bajnokok, megyei bajnokok, 25-ször játszottunk az NB3-ba, 31-szer játszottunk a megye első osztályba, sajnos a megye másodosztályba, azaz tegnap kezdtük meg a 8. évünket. A 40-es évek végétől több patinás csapat, amelyek azóta már megszűntek vagy átalakultak, jelentették a fő ellenfelet az Ercsi Kinizsi számára. Főként székesfehérvári és dunajvárosi csapatokról van szó. Annyi jó csapat volt. Volt például az 50-es évek elején, vagy 5 fehérvári csapat. Akkor volt a Mór, aki a nagy harcot vittünk. Akkor volt a Dunavási Papír, az már később lett ugyan. De Fehérvári Vadásztörténelem, Fehérvári Dózsa. Szóval sok ilyen híres csapat volt, úgyhogy voltak jó derbik. Polgárdi például, Enyink, ezek mindez híres mérkőzések voltak az Ercsi Kinizsi számára. A 70-es évek végétől egy városi rivális is megjelenik az ellenfelek között, ez az Ercsi Toldi, amely ebben a párviadalban helyzeti előnnyel indult. Nagy fejtörést szokott nekünk okozni a Toldi, mivel ugye ők összeválogathatták a megyéből, kinézték már bevonulás előtt, hogy honnan, Dunajvásból, Székesfehér, Polgárdi, Mór, bárhonnan, és elhozták a ragyogó labdarúgókat. Mi kis vidékiek, úgyhogy akik voltunk ercsiek, meg egy pár, mit tudom, Szabolcsi, Domokost, a Kis Jancsit, Kollert, Csajtait, úgyhogy nekünk az volt az aranybányánk a Fusza Szabolcs, onnan igazoltunk Nyeső Feri például, az már később időszakban volt. Először én voltam edző 74-ben, akkor vertük meg a Toldi pályán 1-0 a Toldit. Utána már többször elkaptuk a Toldit, de az volt az első győzelmünk, ha jól emlékszem, de sajnos a Toldi többször megvert bennünket, mint mi a Toldit. Rengeteg sportvezető fordult meg a 100 esztendő alatt a csapatnál, akik nagyban hozzájárultak, hogy ütőképes és eredményes csapatok váltották egymást. Egy nevet azonban feltétlenül ki kell emelni. Hát az Firkei Kálmán bácsi. Rengeteget tanultunk, falusi kis utyó gyerekek, megmondom őszintén, illemet, viselkedést, mert nem csak azzal törődött, hogy jó edzést tartott, hanem a nevelésünkkel, a viselkedésünkkel is időt fordított, idő szánt. A csapat 60-as évekbeli színvonalára jellemző, hogy szívesen jöttek hozzánk olyan nagy nevű gárdák, mint a magyar válogatott, a Ferencváros vagy a Vasas. Ebben persze egyaránt része volt a főváros közelségének és a pálya kiváló talajminőségének is. Az az igazság, hogy az Ercsinek ragyogó jó pályája volt, közel voltunk Pesthez, és az ellátás és a vendéglátás is ragyogó volt. És törődtünk a csapattal, szóval, hogy mondjam, jól érezték magukat. Barátilag úgy beszélgettek, mint itt többször jártak volna itt. A válogatott is lejött, pia, kaja, az Ercsi cukorgyár éttermében, úgyhogy vagy a kultúrtermében, úgyhogy szívesen jöttek, bármikor hívtuk, egy mód volt rá, mindig jöttek hozzánk Ercsibe. A Vasas, Fradi, a BVSC, szóval voltak itt jó csapatok, és szerettek idejárni. Vannak a fényképek, ahol lehet látni a lelátót. Tömve van a lelátó, nincs üres hely a lelátón. A 90-es évek eleje és vége is tartogatott igazi sportsikereket, hiszen a 88-89-es, a 91-92-es és a 96-97-es szezonban is sikerült elsőként végezni a megyei pontvadászatban.
Az ezred fordulótól erőteljesen érezhető az eredményekben, hogy bezárja kapuit a laktanya és a cukorgyár. Az elmúlt évtizedben a gárda többnyire a megye másodosztályban tanyázott, de többször is felcsillant a remény, hogy feljebb lépjen egy kategóriát. Én szerettem volna megérni, hogy én most már 74. évemben vagyok, hogy legalább érjem meg azt, hogy a Kinizsia megye első osztályba játszik. Most nagyon szurkoltam az elmúlt évben, sajnos nem jött össze. Legutóbb a 2011-2012-es bajnokságban kínálkozott lehetőség, melyről szerencsétlen módon egy ponttal maradt le a csapat. A centenáriumi év most új kihívás elé állítja a klubot, a felzárkózásba fektetett energiáknak végre meg kell térülniük. Jelenleg a feltételek is adottak, hiszen az egyesület két mérkőzésre alkalmas pályával és műfüves pályával is rendelkezik, valamint a sporttelep is szépen újul. Több szerencsével és talán egy picit nagyobb koncentrálással a csapat végre eljuthat az őt megillető helyre.